Hát szervusztok, kedves barátaim! Többen reklamáltátok, hogy mostanában nem nagyon írok a kerékpárútról, hát nekem is űzött napjaim voltak. De hát ma sikerült kijönni ebbe a gyönyörű, fagyos, de napsütéses időben. Az első, aminek nagyon örülök itt az út elején, hogy úthengert látok. Úgyhogy meglátjuk, hogy jól következtetek-e, és ez az úthenger már azt jelenti-e, hogy van mit hengerelni. Úgyhogy megyünk erre lefelé. És nézzük, hogy állnak a dolgok. A további jó jel, hogy a kavicsnak a nagy része innen eltűnt. Márpedig nem hiszem, hogy visszavitték volna a bányába, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy itt elkezdték már elteríteni, és az pedig jó. Hát így korán jöttünk el most direkt ma, mert most még a sárnak a tetején, ami megvan fagyva, el tudunk menni. De hát, hogyha ez felolvad, akkor itt azért biztos, hogy vannak állapotok. De minden, most még megelőzzük a napot, meg a meleget. Ugye most már mínuszok vannak, így bőven fagyott pocsolyák. De hát úgy látszik, hogy a hős útépítőket ezek a dolgok nem zavarják, mert, és akkor el is érkeztünk az örömködés ennek a tárgyához, hogy a korábban csak kivágott út helyére most már be van terítve a kavics. Kérem szépen. Tehát akkor azért van itt úthenger, mert már van mit úthengerelni. Kis geotextília, itt az aljára, gondolom, hogy a lejárásnál ne kaparjon el. Aztán ugye a természet maga meg beviszintezi a dolgokat, mert ahol nem viszintes, ott megtelik vízzel. Ugye, jég. De ezért nem fogok én mászkálni, mert azért annyira nem vastag ez a jég, hogy engem elbírjon, de itt már végig nagyon úgy néz ki, hogy terítési fázisban vannak a dolgok. Most nincsen víz, visszaugrok. Úgyhogy ez megint egy lényeges erőrelépés. Haladnak az ügyek. Egy kicsit elmegyünk, nem megyek már a végéig, mert annyi időnk nincsen, de elmegyünk legalább itt a Nostra patakig, hogy ott mi a helyzet. Na, átjöttem a patakon, és hát úgy néz ki, hogy itt a patakig van megcsinálva az út, tehát itt a pataknak a túloldalán, ami megy tovább Damást felé, nem nagyon vannak még ilyen terítési munkálatok, tehát ideig jutott el a munka ez alatt a 2-3 hét alatt, amióta nem sikerült erre járjak. Úgyhogy nagyjából ennyi, itt semmilyen túlzott változás nem látok, ami lett volna, úgyhogy nem fogok most elbattyogni arra 4 kilométert Hipoly Damásdig. Viszont itt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak, akik lájkolják a videóimat. Mert ugye tudjátok, hogy én ezeket a videókat, ezeket hobbiból csinálom. Tehát semmilyen anyagi nyerességem nincs belőle, meg reményem sincs arra, hogy valaha is a YouTube csatornám eléri azt a határt, amikor már a Google nekem fizet, hiszen ilyen 90-100 jobb videóimat néhány százan nézitek meg. Úgyhogy minden egyes like, amit nekem rányomtok, illetve minden egyes kedvelés vagy tetszik, tehát a fölfelé mutató hüvelykújjas dolog ott a videó alján, az nekem arra ad inspirációt, motivációt, hogy csináljam ezeket a videókat, mert ugye ezek nektek tetszenek. Úgyhogy addig fogom csinálni ezeket a videókat, amíg kapom rájuk a tetszikeket. És ugye van egy-két ember, akiket egyébként nem értem, hogy miért, rossz indulatból, vagy csak butaságból, de nyomják a lefelé mutató ujjakat, tehát a dislike-okat, vagy a nem tetszikeket. Szóval ezt meg tényleg nem értem, hogy mi a céljuk azzal, tehát mi nem tetszik azon egy olyan videón, hogy az ember eljön a saját szabad idejéből, és megmutatja, hogy hogyan épül egy kerékpárút. Tehát miért kell az embert demotiválni? Tehát ezt a részt nem értem. De nem is érdekel egyébként, mert sosem ővelük foglalkoztam, hanem azokkal foglalkozom, akiknek tetszenek ezek a videók. Úgyhogy legyetek kedvesek tényleg, és nyomkodjátok a tetszikeket, és akkor én fogom csinálni a videót. Ha meg nem,
tetszenek ezek a videók, akkor abba fogom hagyni, és nem fogom csinálni, és ennyi. Hát minek törjem magamat, hogyha ez senkit nem érdekel, jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megerősítetek abba, hogy amit csinálok, az jó. Hát ide a patakra, meg majd reméljük, hogy csinálnak egy frankó kis hidat. Mert most per pillanat ugye a barkának annak sem eddig se tart ebbe a mínusz nem tudom 5 fokba, és úgy átszaplatt a patakon, mint a fene. De hát ide azért kell egy hidat, mert itt nem lehet. Ezen a vízfolyáson nem nagyon lehet átjönni biciklivel, úgy, hogy az ember ne veszélyeztesse magát. Úgyhogy biztos, hogy azért állt meg itt a munkálat, mert most következik az, hogy itt egy átkelőt csinálnak, amin a gépek is át tudnak majd kelni normálisan. Jó? Hát ilyen dolgok meg vannak, meg lesznek is, tehát ahol ember van, ott szemét is van, nem baj. De maga a természet egyébként, amit ez a környék, ez gyönyörű, tehát tényleg ez lesz Magyarország egyik legszebb bicikliútja, hogyha elkészül itt az Ipoly mellett, itt a Damásdi réteg mellett, csodálatos egy környéken fog ez vezetni. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy már a nyáron erre fogunk tudni rajta biciklizni. Úgyhogy hajrá útépítők, nagyon szépen köszönjük, hogy egyébként nagyon igényesen csinálják, nagyon vastag kavics réteget terítenek el, tehát szuper jól meg lesz ez csinálva európai minőségben. Úgyhogy gratulálunk hozzá annak, aki kitalálta, és azoknak meg, akik csinálják, nagyon szépen köszönjük, és kitartást meg jó munkát kívánunk hozzá. Én meg majd akkor néhány hét múlva újra jelentkezem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek jók, és biciklizzetek télen is. Hello! És ugye minden videómnak a végén van egy kis ráadás, már hogyha lehet hallani a kutyaugatástól. Ugye onnan fog jönni a kerékpárút a révtől, és azt gondolná az ember, hogy itt fog fölmenni majd az úton, a szop középpontja, vagy központja felé, és fordul el a Köztársaság utcába, de nem, hanem onnan fog jönni, és itt befordulva erre fog menni ezen a kis utcán. És ezen a kis utcán fog haladni a kerékpárút. Itt le lesz ez bitumenezve, és itt ezen a 4 méteres részen ő fog átjönni, és itt fog fölmenni. Itt volt ugye régen a tűzoltószertár, ami leégett, és itt fog megérkezni a Köztársaság utcára, itt föl. Tehát itt lesz egy emelkedő, és megérkezik a macskakőre, azt a részt még megmutatom majd pontosabban. És ugye itt akkor, hogyha kerékpáros följön, ez ugye le lesz aszfaltozva, megérkezik ide a Köztársaság utca végére, erre a macskaköves térre, ahol egyébként jelenleg behajtani tilos van, de gondolom ezt majd orvosolják. És ugye ezen a macskakövön kell majd a biciklisnek végigjönnie. Én ugye, aki itt lakom, el tudom nektek azt mondani, hogy ez nem egy leányálom. Tehát nekünk akárhányszor, akárhova akarunk menni biciklivel, ezen a 100 méteren mindig át kell küzdjük magunkat. Tehát ez fogtömés kirázza az embernek a szájából. És ugye itt fog megérkezni az út a Köztársaság utcára, ami egyébként szerintem Szob legszebb utcája, de talán a Dunakanyar legszebb utcája. Nem véletlenül lakunk mi itt például. Ennyit a dicsekvésről, meg a nagyképűségről, egyébként elnézést kérek. És akkor ide megérkezik a kerékpáros, és itt fog befelé menni végig, az utca végéig, amit meg már mutattam egyszer. De ugye macskakövön keresztül kell jönni. Úgyhogy majd megnézzük, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban. Egyébként, úgyhogy meg hát ugye ide behajtani tilos van. Tehát amikor visszafelé akar menni a kerékpáros, ezt is majd orvosolni kell, mert itt elvileg autóval ugye nem lenne szabad bemenni, mondjuk szobi lakosok nem nagyon foglalkoznak ezzel, meg a rendőrség, meg a közterületfelügyelet sem nagyon foglalkozik azzal, hogy itt szabálytalanul parkolnak az emberek, meg szabálytalanul hajtanak be, de ami a lényeg, hogy ezt majd meg kell csinálni és legalizálni kell, mert a kerékpár is jármű, és a kerékpárra is vonatkozik a KRESZ tábla, tehát a behajtani tilos például. Tehát ide egy kivéve kerékpárral minimum ki kell tenni. De ugye az egyirányú utcának a végén van ilyen tábla, tehát ilyen nincsen, hogy egy utcában mind a két végéről ilyen tábla van, tehát a mindkét irányból behajtani tilos tábla lenne ide a helyes tábla. Hát ezt is már én mondtam májusban, mondtam az önkormányzatnak, hogy ezt kéne orvosolni. Ott volt az akkori rendőrkapitány is, hát azóta sem sikerült ezt a dolgot itt megcsinálni, tehát azóta is van itt egy kezelhetetlen állapot, ami ugye, hogyha itt majd naponta 3000 kerékpáros fog elhaladni,
reméljük, hogy így fölpörög itt a dolog, akkor ez egy élesebb probléma lesz. Na, úgyhogy ennyit akartam még ide a végére, úgymond a szokásos bónuszként betenni. Hát, reméljük, hogy nem sokára az ablakomból fogom tudni majd nézni azt, ahogy a kerékpárosok jönnek be és élvezik ezt a gyönyörű szép utcát. Úgyhogy reménykedjünk ebben, addig is, sziasztok!